Egy bál, ahol nem a csillogó, filteres báli ruhák kapnak szerepet, hanem a Kárpát-medencei viseletek. A Pántliga Néptánc Együttes több egyére invitálta a néphagyományok kedvelőit egy közösen eltöltött, jó hangulatú estére. 5 éve rendeztük maga az első népviseletes bált, akkor volt 15 éves a Pántliga Néptánc Együttes, és egy ünnepi évet próbáltunk megszervezni, úgyhogy sok-sok esemény ölelje fel ezt a jubileumot, és akkor jött egy ötlet, hogy próbáljuk meg a népviseletes bált, és tényleg úgy, hogy mindenki népviseletben jöjjön, és úgy bálozzunk együtt. Ne csak színpadon viseljük a viseleteinket, hanem teljesen szabad privát programon is. Igazából ezt csak erre az évre terveztük, arra az évre, tehát a 15 éves évfordulóra, de annyira jól sikerült a bál, olyan jó hangulata volt, hogy mindenki úgy köszönt el a bál végén, hogy akkor jövőre is szeretnének jönni. 3-at sikerült megszerveznünk egymás után, és tavaly itt nem. És idén ugye 20 éves a Pántika Néptánc Együttes, úgyhogy most mindenképpen igyekeztünk újra megszervezni, hogy együtt lehessünk a barátainkkal, ismerőseinkkel, és együtt mulassunk. Bármilyen népcsoport, kisebbség viseletében meg lehet jelenni. A lényeg az, hogy viseletben, és nem civil ruhában. Ha itt körülnézünk a környező falvakban, még mindig fellelhető viselet, és rokonok, ismerősök azért szívesen kölcsön adják, hogyha valaki egy picit utána jár, vagy tényleg szeretne jönni, akkor ez nem jelent problémát. A szórakozás mindenki számára fontos, korosztálytól függetlenül, így a bálozók között nem csak a Pántlika Néptánc Együttes tagjai voltak, örömmel jönnek ilyenkor az eseményre a hagyományok tisztelői is. Családtagom vagy régen táncolt, itt idősebbek, elég szép számmal vannak idősebb emberek is, akik valaha táncoltak, vagy valamilyen kötődésük van, de van olyan is, aki egyszerűen csak gyönyörködni akar ebben az egészben, és úgy jön el, hogy egy picit így jól érezze magát, feltöltődjön. Ozoráról minden alkalommal jönnek, itt a környékből, Sárpilisről jönnek a barátaink, ők egész szép számmal, és most Kőröshegyről jött egy nagyon nagy létszámú csoport, ők is néptáncosok, úgyhogy itt azért kicsit könnyebb volt őket megmozdítani. A Pántlika Néptánc Együttes idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. Ez alkalomból a hagyományos népviseletes bál mellett egyéb programokkal is készülnek 2023-ban. Próbálunk egy pár rendezvényt szervezni, ami igazából a csúcsa lesz szerintem ennek az ünnepnek, az októberben lesz majd egy gála műsorunk. De addig tavasszal is lesz viseletbe mutatunk, egy kis foglalkozásunk. Igyekszünk azért egy picit túl lépni azon, hogy csak a próbákat tartjuk, versenyekre járunk. Egy picit itthon népszerűsítsük még magunkat, és megismerjék, hogy mivel foglalkozunk immár 20 éve. Minden évben gyűjtünk a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlásokat. Tavaly nagy örömünkre egészen szép összeg gyűlt össze, úgyhogy reméljük, hogy továbbra is megmaradnak a támogatóink. Nekünk ez sokat jelent. A tánccsoport tagjai örömmel veszik ki részüket a rendezvényből, nem csak a szervezésből, hanem hangulatozásból is. Rengeteg embert összehoz. Itt egy teremben annyian összegyűlünk, és mindenki ugyanazért jön, hogy mulassunk, hogy együtt énekeljünk, egymástól tanuljunk, mert itt nagyon sokat lehet egymástól tanulni. És szerintem nagyon fontos az is ebben, hogy barátságot kötünk. A két csoport egymással visszahívjuk egymást fellépni esetleg, és ez nagyon jó dolog, szóval én ezért nagyon szeretem, hogy ezt megtartjuk, és Covid után nagyon jó is, hogy most sikerült megrendezni. Ilyenkor egész este ropjuk, ez most már a negyedik bál lesz, és eddig az összes bált végigroptuk, egyszer se ültünk le, úgyhogy remélhetőleg most is ez lesz majd. Megnyitjuk a bált, általában egy nagy nyitótánc van, ilyenkor mindenkit behívunk, és jöjjön, és együtt mulassunk. Majd utána a különböző blokkokban egy-egy tájegységet szoktunk megnézni. Néha-néha éneklés is van, ami szerintem nagyon jó, mert a különböző falukból jött csoportok, mindenki egy-egy nótát elénekel, és hát fényképezkedés is van, ami szintén hagyomány, hiszen minden évben eddig csináltunk csoportképet is, és egyénit is, és szerintem mindenkinek kín van a polcán.
Híretni nem kellett senkit, ahogy ráúszta a zenekar, egyből megtelt a tánctér. Örömteli, hogy itt lehetünk, ugyanis a művészeti vezetőnk, Bősze Zoltán, idevalósi, és ezért nagyon nagy örömmel hozta el ide a csapatát. A mi falunkban még nem volt népviseletes bál, kisebb rendezvényeket azt szoktunk tartani. A kapcsolatépítés és azok ápolása mindenki számára fontos. Ez a bál pedig lehetőséget teremt arra is, hogy a hagyományok iránt érdeklődők a táncok közötti pihenőidőben beszélgetésbe elegyedjenek a környező vagy messzebbi településről érkezettekkel. Azért tartjuk jó kezdeményezésnek, mert a környékbeli folklórcsoportokat összefogja, itt ismerkedhetünk, megismerhetjük egymást, bár mi egy kicsit távolabbról Somogy megyéből érkeztünk, ugye a csapat Kőröshegyről érkezett, de mégis a kapcsolatépítés, a kapcsolatrendszerek fejlesztése nagyon fontos számunkra. Nálunk egészen általános iskolától egészen a nyugdíjas korig vannak táncosok, úgyhogy igen széles spektrumát öleljük fel az életkoroknak. Ez a csapat nagyon összetartó, a Borkut egy család. Tehát mi egy család vagyunk, mindig együtt vigadunk, együtt törülünk, úgyhogy egy ilyen lehetőséget senki nem hagy ki nálunk. A pántlikások nagy örömére pedig sokan gondolkodtak a borkutiakhoz hasonlóan, így megtelt a gimnázium aulája nép.